Megérkeztünk, kedves nézőink, hogy láthatjátok a pálya, kávé, kommentátorok azok továbbra is. Vagyom azt mondom, hogy Edenby, de amúgy nem. Berce és jó magam Bone Daddy. G2 Navi. A Navi kezdi védoldalon a pályát, ugye a kedveltem oldalon. És egyből kidobnak egy IQ-t, tehát feltetően valószínűleg sok olyan operátort fognak futtatni a meccsen, akik elektromos eszközöket alkalmaznak, vagy használnak védőbe. Ennek ellenére jött egy Thatcher tiltás a G2-tól támadóként, és egy Mira, amin már ugye meg sem lepődünk, a Navinak az utolsó banja pedig érdekes lehet példa oldalon, hogy valamit újítanak el, vagy pedig maradnak azok, és ugye tudjuk azt, hogy Echo az fixa, és ott a Valkyrie. Így viszont érdekes a... Hát igen, egy szinkronban van az IQ, bannol ez a... Intel ez Counter, a... meg az Intel is bannolva tulajdonképpen. Így van, lényegében. Megérkeznek az utolsó good luck heffanok. Mi fognak férni a csapatnevek felül? Pedig igen, én Natus Vincert beadtam volna. Meg Gamers 2. Natus Vince, ennyi lesz ez volna. Igen, ja, Natus Vince pont. Vince. Na, de... Új, ó, az egy G2. G2 Blitz. Új, rányúltak. Blitz, jaj. Blitz, Amaru. Ne pislogjatok, srácok. Szerintem már a prepfészben Scython lesznek. De várjál. Doki is azért alkot, mert... Na jó, mi történik itt? Tehát, hogy ez a... MNAB alapszakasz utolsó meccsén, amikor már nem volt tétje, akkor láttunk hasonlót a Salamander mérkőzésén, hogy ugye azt hiszem Vioza nyomatta, vagy Hatchet a Kapkant. Doki teljesen jogosan meghozta. Hát a IQ-t bannolták. És a Thatcher is ki van tiltva, tehát tud meglepetést okozni, főleg egy ilyen támadó felállással szemben. Az a Kapkant az nagyon jó lehet, mint a Ash, Ying, Blitz, Amaru. És láthatjuk, hogy save szolugri közben az Oryx-szal. Nováó! Ez eléggé újszerű mind a két csapattól, de látszik az, hogy készültek azért egymásra egyébként. Tépsz ki akar ugrani egyébként? Ott az az ablakon, jól látom? Penku törölőre a Blitz-szel közben. Nem látom pontosan a videók, hol helyezkedek el az a Virtső! Kapja a lövésken Rudo talán, és gondolkodik, nagyon-nagyon gondolkodik a Uno, hogy beugorjon az ablakon, de végül inkább a tetőre ugrik fel az Amaruval. Nem tudják, hogy Virtső az injured, nem is néznek ki rá. És most látjuk, hogyan helyezkednek el a védőjátékosok fönt. Ugye, konyha a site, ezt nyilván láttuk a legelején. És most mennek Virtsőt felszedni Unónak, igen, ez egy kockázatos lejövetel. Főleg, hogyha Kendrew itt van, és kiugrik, és esetleg Doki is látja ezt. Kapkonnal nem látja, egyelőre még tartja Kendrew a szöget, illetve jól láttam, még Pengu volt az, aki drónból nézte. Most elviszik onnan a drónt, és Kendrew nem ugrik ki, Virtső meg van mentve egyelőre. De ezzel rengeteg ideje elment a G2-nak. Pengu múlt héten is megcsillogtatta az egyedülálló Game Sense-ét. Nem csak itt a European League szinten. Atya úristen, mi történik? Ilyet nagyon sokat láttunk már. Itt van Pogzsó, mennek egy digestje duplán is, mert nem csak az, hogy a támadó misszeli el a védőt, hanem a védő konkrétan lemarad a támadóról. Atya úristen, mit látunk már egyből az első körben? És Oryx az ott van fönn még mindig, egyedül, nagyon, és ott van egyébként... Hello. A Bandittel. Nem tudom, mennyi battery volt esetleg nála, vagy mennyi van lehelyezve. Visszalövik ez a Kendrew. Az igen. Hullik el Uno. 3-4 HP-val menekül el továbbra is. Hát a Blitz Ying nem lenne lett még kihasználva. Itt az lenne a cél, gondolom, hogy berobbantják B-körit. Aztán befüstölnek, de így, hogy... Hát nem tudom, nem van idejük már. Ezt nem tudják megcsinálni a G2-sok, tehát ezzel be kell menni. És meg kell oldani, hát igen, ez az, hiába pingelik azt, hogy hol van a... Ennek az első füstök, igen, föntről ki tudták lőni a Bandit batteriket.
ebből kifolyólag be lett robbantva, és jönnek az első kandelák, a másik, és az összes kandela kiment, kantorra ketté megy előre, és a full vak embereket lövöldözi el, dupla hajtót, ott van még egy ember, a Vamayt is oldalba lövi, Kendru és Saves 2v2-ben ebben a pillanatban csinálnak 2v2-t, a 2v3-ban, miután elővitték Pengót, ott egy fejszintén, ott az Injure, 1v1, a diffusert el kell kezdeni rakni, leír a földre, Saves jön le, nagyon gyorsan az az Oryx-szal, hát az ott igen, be van. Ó, az a baj, missze! Kantóra! És Kantó, akár ezt le is hozhatja ebbe a formában, kidobja az utolsó füstjét. Húha, Saves nagy bajban van. Ki van füstölve, és csak egy lyukon keresztül lát be, amit Kantó is lát, Kantó nem vesz észre! Mekkora klassz Saves-től! És ugyan rezgett a léz, de megvan, úgyhogy a Navi vezet. Daddy, mit láttunk itt? Kantótól rutinos volt a két smoke, viszont egy picit azt éreztem itt, hogy mintha Saves őt látná, legalább a sziluettjét, Kantó pedig őt nem, ettől függetlenül azért Saves érdemeit nem szabad elvenni. Nagyon rutinos volt például abban, hogy az Oryx-szal kihasználta a Rema dash-ét, amikor jött lefelé, és így 1-0 van, fel is írhatunk neki egy klatcsot. És nem bár következik, ami egy kicsit meglepő. Igen, pont azt akartam mondani, hogy érdekesség, hogy Reading és Fireplace lett kiválasztva. Pengu taktikusan a montányról átvált Blitzre amúgy. De marad a koncepció az ugyanaz a marad, tehát Uno hozott most a Amaru helyett egy Sledge-et. A többi operátor teljesen ugyanaz mindenkinél. Hasonló taktikával él a G2. Mondhatni, hogy hozzák a metát, ugye? Az egyik leg... egyébként amit a G2 játszik, az egyik legidegesítőbb meta. Penix-től ott van erre válaszképpen a pajzsra a pajzs. Ott van válaszképpen a Clash. Én inkább egyébként egy Warden-t hoztam volna lehet a Navi helyében erre a... erre az egész G2-s vonalra. Jó, de aki ki helyett, helyett? Na pont a Clash helyett. Nem tudom, mert igazából mondjuk itt Readingnél, mivel Reading a site, ezért Clash nagyon nem jó nagyon tud hátra. Épp az, hogy nem nagyon tud hova hátrálni, mert nagyon close quarters. Bár nem biztos, hogy ott fog játszani. Attól függ, hogy hol játszik, mert hogyha, ha pont Readingben játszik, akkor jól lehet, hogy az egész ajtót, a hetőből az egyik ajtót teljesen letartja, csak vágy lépcső felől tudnának jönni a G2-sok, és onnan biztos nem fognak lépni. Mindjárt meglátjuk pontosan, mi a védő felállás. Látjuk, Penix kezében már ott van a shield, nem tudom, jó lenne látni, hogy hol lejátszik. Saves, itt van a pulzal. Valószínűleg... már ki is ment a C4, prepelt C4-e van? Vagy pedig kidobta és nem láttuk pontosan. Nem hallom, hogy spittyegne a környéken. Én sem hallok semmi csipogás, nem tudom, mi történt. Mondjuk robbanásra sem emlékszem, bár lehet, hogy csak ki volt kapcsolva a fülem. Ki az tudja. Is lehetséges. Pengu robok. Na és ott van a titánok. A titánok csatája. Akkor igazából a fehér lépcsőnél nem akarják elengedni a támadókat. A múlt... megrázogattuk Penix, de nem sebzett meg valamit. Játéknapon Penixnek egyébként a kedvese számítógépén kellett játszania, mert a MOSS egyáltalán nem működött a játékkal együtt a sajátján. Nem tudom, hogy most már ezt megoldotta-e. De abból, hogy Clash-t játszik, hát határeset. Pont olyankor szokás nagyon shieldezni, hogyha éppen valami technikai problémád van, vagy pedig nagyon nem érzed a játékot. És nagyon jól mozog Penix egyébként, nagyon jól pozícionál. Az egy gránát, hát igen, az áram az nem elsüti meg a gránátot a levegőben. De azért megnyom ilyenkor a gombot, hát ha valaki gyorsan ráfutna és azt is lassítaná. A Dokinak a mozgásait érdekes volt fönt, nagyon hamar kimozgatták pozícióba, és ugye megjött a Clash Readingbe. Ó, Saves! Unóra, óriási fejes. Hát konkrétan. És Pengu akkor pedig. Jöhetnek Penguék a Flash-sel, Smoke-kal, Nádi hegedűvel érkeznek site-ra, az ajtóba. Egy
védőjátékosra kell figyelni, aki alulról fog érkezni, Redden jött fel. Azt hiszem saves az. Hát ezt a kört le kell menteni Avinak. Nem, mert Citizen azt mondja, hogy nem barátom. Ugye korábbi csapata ellen játszik. Most Citizen, mint ahogy az előző meccsen Kázsik az Empire ellen. Megvan a diffuser a Navinak. És utána nagyon mindenki flashelődik. Viszont a támadó Virtue is. Baján még itt van Penix és Kendru is. Utóbbi pedig egy golyót repít a fejébe. Úgyhogy 2-0 a Natus Vincernek. Magabiztos kezdés, nem ijedtek meg ettől a flash és smoke vonaltól, amit a G2 erőltetett. Hát, igen, eddig ez nem túlságosan működik nagyon a G2-nak ez a dolog. És el is dobják talán, most az X-Pick fázis, de még mindig ott a montány. Hát hiába futott be Pengu, elfutott ugye nagyon gyorsan, átrobogott, mint a vonat a smoke-nak a füstjén, azon a hátba lett lőve a diffuserrel egyébként a zsebében. Aha, marad a montány Pengunál. A többi minden majdnem ugyanaz már megint. Kantónál mi is volt? Kantónál nem Sofia volt, igaz? Mi volt a támadó operátor még? Kantonali Ying volt. Igen, köszönöm, igen, tényleg Ying volt. Ajajajaj, álom az álomban. Hoppá, de micsoda klasszikus műveltség Bonderitől, kérem szépen. Tudja, hogy melyik drámából van, az mindenképpen írja meg. Most nem szavazás van, hanem most ilyen irodalmi estet tartunk itt, ha már úgyis a Café Dostoyevsky-en vagyunk. Így van. Ami egyébként a hatodik játszott pálya a European League-ben, már csak Team Park nem volt a kompetitív játéklistáról két játéknap alatt. Bátran játszik a Navi, itt van lent Bakery-ben, saves, kap egy kis briefáját az ablakon, de ez őt nem zavarja, mert már átmozgott onnan. Nézegetnek kifelé az ablakokon a Navi játékosok folyamatosan. Saves-től számítottam egy sneaky C4-re. Ebbe a bárvédelem, hogy kidobja a repelőző játékosokra, ami meg is történt, de most már nem, most be lesz szépen lőve az a hedge, vagy be lesz ütve pontosabban a sledge kalapácsa által. Kötelező drón, egyre nincs meg az a drón, nagyon sok információt szed magának. Színégy kimegy, de saves, nem szed vele fereget, de még életpontot sem tud tedni az ellenfelejtől. Esetleg kiszedhetett mondjuk egy-két drónt, ami ott afkolt még a földön. Maximum annyit hozott ki belőle, nem látjuk pontosan a drónokat sajnos, mert össze van csukva a HUD. Naviról tudni kell, hogy most egy jó felkészültségről jutott eszembe, hogy egy jó ideje már Jak a coachuk, meg Drez, akik igazság szerint korábban játékosok voltak. Tehát van bőven tapasztalatuk, de ezúttal a Naviban, mint stábtagok, coach, illetve assistant coachként vannak jelen, hiszen Gigő elment korábban még a Giantsbe, úgyhogy ő nem támogatja már a Navit egy jó ideje. De ezt csak azért mondtam az egész monológot, mert azt látom, hogy elég jól felkészült azért a Navi a G2-ra, és... hát láttak már egy-két olyan kört például, amiben Pengu monténezett. Ahogyan mi is láttunk, csak eddig azt szoktuk meg, hogy több sikerrel csinálja ezt. Nem feltétlenül Pengunak a hibája, még az előző körben elég érdekes volt a befutása. De nem feltétlenül Pengu hibája, hogy eddig nem jött össze. Na talán most a montánnyal, igazából nem sok counterplay van rá golyón kívül, meg a smoke-on kívül. Úgyhogy nincs még egy Ela vagy egy Legion, akár Kapkan. És Pengu élő drónként tud ebből információkat adni a társaknak. Itt van már Saves közel hozzá, Unonak meg van az első frag, majd Kantó folytatja 5v3, és hát Pengu az DLC-ed áll továbbra is szállt kellős közepén. Nelo, illetve Savesbe vannak szagolva, de hátra koktélba. Penix pedig most kontaktol Penguval, Pengu pedig hát szétszivatja Penixet, és jön ezt a jó szokását folytatni igazából, többekkel egy hibátlan kör a G2-tól. Na erről beszéltünk ugye, ezt a shield játékot kerestük.
Pontosan Kanto ott folytatja, ahol abba hagyta hétfőn, és egy 4K-val jelentkezik a Navi ellen. Quad kill, kedves nézőink, egészen egyedülálló, mondhatnám én, de Kanto esetében ez nem egyedülálló. A villán a Rogue ellen volt egy észe a harmadik körben, és a hatodikban szintén egy 3K-ja, továbbá emellett konzisztensen fregelt, és a kosztját azonnal meg is nézem, hogy pontosan hanyas volt. 67%-os volt a kosztja, ami azt jelenti, hogy 14-et lőtt, de így tömbösítve. Tehát mondjuk egy körben lőtt 3-at, aztán nem, aztán megint 3-at, stb. Nem? Ez nagyjából így ezt jelenti. Igen. Ugye a kosztban eléggé sok minden beleszámít, ugye a trade is leginkább, ami egy érdekes dolog tud lenni, hogyha kvázi 5 szeken belül, 5 másodpercen belül visszafregelnek, akkor jó lesz. Hasonló konyha védelem, mint ami a legutóbb volt, annyi, hogy Dokinak akkor nem Vigilja volt, hanem neki volt a kapkan, igaz? Igen, ahogy de egyébként ugyanúgy az Oryx megint itt van Saves-nél, ugyanazt csinálják, most kivették a kapkant a játékból, igazából nem is nagyon letette mindig EDD-t az ajtókban, meg az ablakokban, nem hallottam egyébként, de lehet, hogy a kaotikus első kör végkifejlet miatt nem hallottam, de én nem hallottam azt, hogy nagyon lett volna kapkan csapdába belépő ember. Itt közben Doki a blokkokon nézelődik kifelé. Hát Szépz ugyanazt csinálja, mint az előbb. Elbújik a bárpult mögé, hát ha elhagyják őt a drónok, és nem néznek be oda a támadók. Egyelőre nagyon nyugodtan ott van Saves még mindig. Úgy látom, itt van még mindig. És Doki próbálja magára húzni a drónokat, Doki próbálja... És... Tengu átúrik! Jó, de megvan, meglátták. És nem tudom, hogy ez Saves most... Igen, most már érzékelt a Saves, hogy ő ott nincsen biztonságban, azon áttöri a falat. És pillanatokat leugrik... kis mosadába. Doki itt van be a healingben, Saves jön mellé, segíteni neki, tehát nem akarják ezt a roam játékot nagyon hamar feladni. Annál is sok nyilván erre számítottak, hogy Saves idővel majd... hát kitulonozásra kerül, közben érkeznek be a támadók is. Kendrew lemegy lépcsőn, és Doki kezdi meg a fregelés, Citizen hullik el a körben. Kiesik az Ash, kiesik a Flash, és két charge, és kirotál Doki! Hát ez a játék mind a kettőjük részéről, a Saves-től meg Dokitól, ez nagyon szép volt egyébként. Elég jól csinálták. Nagyon sok időt elhúztak. Na hol van? Saves most elment így, hogy elhullott mellett a Doki. Tehát ez a Vigil-lel és az Oryx-el, ez a gyorsan csinálok magamnak rotált játék, ez egy tipikusan megint ilyen nagyon idegesítő dolog tud lenni egyébként a támadóknak. Ez a bárhol lehet a védelmes, tudod, hogy van ellened egy Oryx, most mit csinálsz, hagysz a hatchen egy flank drónt, hogy vajon elkerültétek egymást az Oryx-szal és fölugrott-e a hatchen vagy sem, ez elég idegesítő lehet egyébként. Az biztos. 4v4-el megyünk tovább a kör utolsó 30 másodpercére. Pattanásig feszülnek az idegek, és bizony mondhatjuk azt, hogy a támadóknak kapkodniuk kell már lassacskán. Érkezik a Sledge a Mountain mellett, nagyon jó időzítéssel húzza le Pengu a shield, és fejezi a Penix-et, utána pedig majd Kantóval pusolhatják tovább, bocsánat, Uno-val pusolhatják tovább a reset után ezt a részt. 10 másodperccel a vége előtt kezdik felszedni Uno-t, meg is van a reset. Kódban még mindig játszik egy ember, nyílik Freezer, bemegy itt, Pengu egyből halni fog, és aztán Nelo eltúrja Uno-t is, Kendrew is alkot, Nelo dupla, Kendrew dupla, a Navi elhozza a negyedik kört. Pillanatokat hullott el az utolsó néhány embere a G2-nak, és hát magabiztos Navi vezetés ez a 3-1 védőbe. Mondjuk ezt is várjuk egyébként a Café-tól, az egy általában legalább 4-2-re védett pálya első fél időben. A taktika visszaalakul
arra, legalábbis egyre még hatodik választás előtt, ami eddig volt, tehát Unon hozza a Yinget, amit most azonnal úgy látom átválaszt. Ha átválaszt, ugye erről beszélgettünk az előző valamelyik konzulétán, hogy nem mindig választanak át karaktert, most megint megtörtént, most megtörtént az átválasztás. Tehát így elgondolkodnak rajta, hogy kell-e egyáltalán, és ugye ebbe a támadó setupba a Ying a Jolly Joker karakter, az a cseréljük, amire éppen jobban szükség van egy Site Execute-hoz. Bár védelem a Navitól. Legutóbb ezt könnyen letámadta a G2, ugye ez volt a hibátlan körük. Az egyetlen nyert körük egy hibátlan kör volt. Pengu gyönyörű montányjátékának köszönhetően. De nem nagyon van válasz. Mert én felírtam magamnak, hogy reading lesz a site. Utolsó pillanatban pikelték át, vagy pedig tényleg a játék rossz. Már nagyon idegesít ez, hogy ez vagy egész héten. Ennyire megmondom, nem láttam, mi történik veled. Az, hogy leírod, látod, hogy mi lesz bepikkelve, és az utolsó pillanatban átválasztják. De miért? Valamikor meggondolják magukat. Nagyon. Hát ezek a játékosok nagyon rászoktak Igen, ezt az emnebodásokat is mindig szoktam magamba kuncogni observerként, hogy én láttam, hogy mi lesz, te meg a statisztikákkal foglalkoztál, és ha leírtad magadnak, hogy readinges néha így... Hát angoli, van ilyen sírós cica képet headsettel, mert az vagyok most én. Macskás mémből mindenféle van az interneten szerintem. Na, megérkeztek tetőre a G2-sok, Pengu leugrik, és ott van egy kesze barikád, amit... El is... Mi? Hát megütötte a montánynak a shieldjét. Oh! Jó, hát az a céni, az visszapattant a shieldről. Pengu azt mondta, hogy ő teniszezik most egy kicsikét azzal a C4-gyel, nem nézett ki rosszul. Közben Kanto és Citizen harcolnak egy lent rómuló játékossal. Pengu kinyitja a shieldjét, majd visszazárja, vagy pedig letart pisztolya, nem visszazárta a shieldjét. Több téren van háború jelenleg a pályán, ahogy ezt láthatjátok. Saves itthonben, sajkó pozícióban a kisbár mellett. Ez szerintem infosz egyébként Pengu, ezt nagyon jól tudja valószínűleg. Ott a kill, Pengu az entry a Montaigne-nel. Emberek, magatoknál vagytok, mert Pengu nem, és jött a gránát, remélem Kanto nem véti el. Nem dobta végül ki? Vagy csak rossz helyen? Szerintem elviszelte. A másodikat már nem. Pengu tör előre, kettős ember az önyben. A G2, igen, nagyon jó a füstök konkrétan. Közben mit csinál Citizen? Atyavilág, ez az ember megbolondul, teljesen nörkölve. Hátba megy Penixnek, Saves válaszol, de hát 2v4-ben ezt nagyon nehéz lesz megoldani Navi részről, mert még ahhoz elég sok idő van, hogy 2v4 legyen. Itt van Nelo, jön hátba, hogy ezt ugye le van spotolva. Le van spotolva, igen, tehát hogy Nelo, jaj, épp hogy nem érik el a kis lángocskák, de nagyon jól tudják, hogy ott van, mert spotol van folyamatosan. Egyébként itt Saves volt a nagy bait az előző Citizen akciónál, közben Nelo marad 1v3-ban. Mert ugye ő látta azt a területet, csak hát mivel googolt a kisbár mögött, ezért azt nem látta, hogy a bárpult mögébe ment Citizen googolva, és így hátba tudta lőni a freezeres embert. Nagyon szép meglátás ez egyébként a G2-tól, hogy ezt így reagálták le, hogy hát igen, ott bujkálsz, jó, bujjál, csak akkor elmegyünk előtted a bár túloldalán. Szia! Nelo érkezik közben, hát és itt egy montány, hello. Old meg, nem tudod. Pengu igen, hát Pengu már kórakod a kis bum. Pengu duplázni tud a körben, nem csak ő nyitja, de ő zárja is ezt. Plusz még a diffuser-t is ő rakta le talán, hogyha jól gondolom. Minden esetre megvan a második pontja a G2-nak ma este, és megvan a második plentje is egyébként. Lássuk az utolsó támadásukat ezen a kafén. Na most felírom, hogy reading, de hogyha megint át kell satíroznom, mert elmennek inkább... hát hova tudnak menni? Mondjuk hát a másik fireplace-es site-ra tudnának menni, csak igen. Nem, most már tudnának menni bárba. Ja, hát bárba tudnának még menni, de az most bukták. Vagy... Na? Turkoljatok.
Na, átesz-e vajon válaszba vagy sem az utolsó pillanatban a szájt, egyébként nem lesz átválaszba. Igen, még a loading screen közben. És ha valóban reading lett. Nem létező, nem létező íveket használ a játék és a játékosok. Penix fog kaidozni, egyet átadta Kendrew-nak a clash-t. Egy eléggé ilyen támadó pusht meghiúsító tímet hozott a Navi. Mondhatjuk azt, hogy most is félig meddig. A shieldeken átverekedni magad. Van 6 wire, aztán meg még ráadásul ott a Clash-nek a CC shieldje. Nem lesz egyszerű, ugye? Ez mi? Ez miért volt fontos behúzni? Na, de titek azt hozz, én pedig a 3 percben azon fogok gondolkozni, hogy ezt miért csinálták, így jó? OCD miatt, OCD így jobban néz ki belülről a dolog. Hogy be lett zárva, vagy nem tudom. Egyébként Penix egyszer clashezett eddig, igaz? Ha jól emlékszem. Igen. Ahhoz képest, hogy csak egyszer clashezett, az 5 körből a 0-4, az nem túl erős statisztika. Bár amikor clashezett, akkor azt nagyon jól csinálta. Elhelyezi a kis kaid klókat, elektroklókat. Remélem Berszit addigra már megfejtetted, hogy miért van az ott behúzva freezerben. Mémből. Pont. Vagy nem tudom, pontot kapsz érte? 5 pontot talán kapsz érte egy ilyen barikádért, vagy azt se kapsz már érte, mi? Na mindegy. Barikádozásért kapsz persze. Tehát na, lehet az azzal farmolni a pontokat, tudtam már. Na, akkor plusz 5 pont, let's go. Penix prepeld egy C4-et. Ugye mivel bannó van az IQ, az nem lesz kiszúrva. Nem láttam, hogy pontosan hova rakta a reading fölé, az biztos a B-site fölé. Valahova. Bengó szépen lépd el előre, és ott megjött Kendrew, vissza. A shieldesek. És ott a pajzsos karakterek igyászi csatáját láthatjuk. Aha, és itt van fönt, ott van, oké, és most tudjuk, hogy hol van. De, na de lesz-e róla info? Hol lesz az info, hogy hang alapján fogják robbantani? Közben Kendrew egyre agresszívabban játszik az a Clash-sel, nagyon jól csinálja amúgy. Ott van egy tök idegesítő shield, Kantó. Bemegy WC-be, Doki veszi át Kendrew-nak a helyét és jön Penixnek segíteni. Hát azt látszik, hogy Pengu shieldje után megy Kendrew folyamatosan a Clash-sel. Az egyértelműen látszik a játékán. Nem látom még mindig, hogy hol van az a prepelt C4 pontosan. Valószínűleg az Pengu ellen szól, amikor egy kicsit előrébb megy. Ott a két pult között. Na most lehet az igazság pillanata, hogy jönne valami info. Erről esetleg már esetleg ki lett lőve Penixnek a prepelt C4-je. Egy kis tüzecske, hogy ki lett dobva Kantó által. Na a Citizen! Átrotál is megvan neki Penix. Penix megint nem tud fregelni. Nem lesz elpukkasztva a prepelt C4. Ember hátra... De, el lett. De az a golyóé volt. És ott maradt egyébként a prepelt C4 valahol. Hát zavaró lehet maximum a G2 számára, de előnye. Kevés az idő. Igen, telik az idő. Doki nagyon sok múlik. Doki vs Citizen. Ó, hátba kapják Citizent, aztán pedig Sips. Megy a diffuser közben. És az lehet le is fog menni, az le is fog menni, sőt nem. Épp az, hogy nem fog lemenni, mert Virtue és Uno Meister a G2-ból szétkapják az ellenfél védelmét, és kérem szépen, feljönnek 3-3-ra, hoznak sorozatban 2 kört, végre ezt ők is elmondhatják magukról, és Virtue egyébként, hogyha már szóba jött, én úgy látom, hogy eddig kifejezetten kiemelkedőt nem tudott nyújtani a G2-ból, de cserébe mindig konzisztensen teljesít. Közben pedig Daddy ismerheti, hogy mi volt cseten, mert én meg pont nem figyeltem. Hát, megbeszéltek egymással a játékosok, hogy így egymásba botlottak lényegében háttal, és mind a ketten késelni próbáltak először, de mindig annyira elhátrált a másiktól, hogy nem tudta megkéselni. Tehát lényegében összeütköztek háttal, hogy ja. Jó a hangulat a mérkőzésen a két csapat között, az biztos. Hát ugye régóta ismerik egymást ezek a játékosok, meg rendszeresen játszanak együtt. Most már nem vágja le a in-game header a operátoroknak a fejét, amikor beúsznak. Ennyi. Hát jobban teljesít az R6 stream napról napra, és
meccsről meccsre. Ez a lenti kicsönvédés pedig... hát annyiban nem hasonlít a Navi-ra, hogy nincsen például Oryx, és nincsen Kapkan, viszont cserébe itt van, hát igazából nem tudok olyan operátort mondani, aki nagyon indokolatlannak tűnik erre a site-ra. Ez a tripla roam, amit ígérnek a srácok, ez izgalmas kört jelenthet, hiszen minél több a roamer, annál hamarabb kialakul általában az akció. Jaj. Ez ugye most, hogy majd a következő mérkőzésre érkező úriembert idézzem, miért eskázik az, aki nem tud? Hát olyasmi volt. Én már látszott már egy jó idején, hogy Control eskázni fog, hát erről tudott a Navi is. És egyébként még csak most fejezi be lassan Uno egyébként a prep fézét. Most mert még mindig hiányzik egy Mute Jammer a földről. Az majd valahova tartogatva lesz, mondom, hogyha visszarotál. És a nevén nevezett Uno megérkezik a pályára, bocsánat, a körbe egy freggel. A C4-e még mindig megvan. Egyre ő itt kényelmes nem. Akkor szerint nincs szükség arra a plusz Mute Jammerre sehova sem, mondjuk az érdekes. Mute Jammerből szerintem sosem elég egyébként. Ugyebb van neki rengeteg, amit lerakhat. Mennek be a flash-ek, aztán pedig a gránát a Mute Jammerre, hogy hibanálva be lehessen nyitni azt a bizonyos falat, és hopp, hopp, hát nem megy, nem működik. A Mute Jammer még mindig ott van, penítom most egy gránát, most azt kiszedte talán a Mute Jammert, és hát ugye arra nincs ideje azért mondanak, hogy leugorjon gyorsan, és lerakja azt, ami a zsebébe van még. Mute Jammer, vagy bocsánat, mert nincs is nála, akkor lerakta valva időközben, nem is figyeltem. Hát nincs több gránát a Navinál, egyetlen egy Claymore van még Savesnél, és ennyi, konkrétan. Úgyhogy... ezekkel dolgozniuk, ez a... be kell menni, le kell lőni az ellenfeleket. Vércsőnél van még két bandit battery, igazából trickelni nincs mit. Úgyhogy azok nem lesznek valószínűleg lehelyezve. Köze Citizennek, megvan Doki. Penix válaszol Unora 3v3, és érkezik Citizen még föntről. Meglepetést okozhat. Pengu, lövél Kendrul. Pengu-ra érkezik közben a Maverick Penix személyében. Megvan neki az üldök cidulája is, 2v2. Ránéz az ember a banditre, nincsen meg Saves-nek a bandit. Köze Penix-től megy le a diffuser, most Saves egyedül van lényegében. Penix-re megérkezik Citizen. Elövi a diffuser rakás közben, Citizen duplával fejezi be a kört. A G2 nyeri a hetedik kört, így fejfej mellett a két csapat. Bizony, ez egy olyan mérkőzésnek tűnik most már kialakulni, amit vártunk az első pár kör után. Láttuk azt, hogy a G2 kicsit gyengélkedett, de a támadó félidőben Caffeine ez teljesen rendben van. Az, hogy 3-3-ra hozták a félidőt, az már önmagában egy elég jó pont volt. Most viszont sorozatban tudnak hozni 3-at, és ezzel vezetnek, ami egyébként most fordul elő először ezen az összecsapáson. Reading lesz, hogyha hihetünk a krónikának. Az időjárás előrejelzésnek. Valóban? És valóban. Régen itt volt, azt tudod, hogy ilyen AA szájtok voltak, meg AC szájtok. Már mire gondolsz? Fixelték. Hát úgy volt, hogy nem az volt, hogy az egyik szájtnak A volt a betűje, a másiknak meg B, hanem mind a kettőnek A volt. Ja, hát igen, egy kicsit így. A Caffeine ez volt egy fél szezonig, az volt a kedvencem. Olyankor beázottam, olyan tudod? Igen, értem a viccet, csak nem szeretem. Hát utolsó meccs nekem mára, ugye? Nem tudom, erről beszéltünk az adásban, szerintem még nem. De akik chaten, a Twitch chaten figyelmesek voltak, azok láthatták, hogy a mai napra három kommentátor van beírva. A Berci Bondedi duó mellé érkezik majd a harmadik szereplő. Popet egyébként. Aki lesz még itt kommentátor, és az én helyemre fog érkezni, engem fog leváltani az utolsó két mérkőzésre. Az utolsó két meccs egyébként a Vitality Secret és a Chaos BDS meccs lesz majd.
Kendrunál a montány átvette Pengótól a szerepet. A Clash szerepét senki sem vette fel, viszont a G2-ban. Végig egy gyorsan jönnek, jöttek fel a tetőre, az a cél így kimegy. Éj, de szép reakció a Kendrótól, azonnal lenyitott a pajzs, amit leugrott és kivédte a robbanó cínéget, kb. 3-4 életem van. Ez bőven elég egy montánynak úgy, hogy igazából már csak mondjuk egy cínégy van még játékban Pengu, az még veszélyes lehet számára. De se smoke, se semmilyen operátorban nagyon meg akár lehoznám. Még az Elának a... Hoppa, az a... Phoenix külövi a levegőbe az érkező cínégyet. Ilyeneket általában annól szoktunk látni. Kendró érkezik közben a montánnyal itt fönt és játszik az Elával. Illetve ott fekszik még egy játékos, talán Citizen az, így van, Citizen az a Jägerrel. Hát kap Kendrew egy el a Goomind. Abba Goomind, bocsánat. Fokkása Mind. Még mindig van Pantónál egy gránát, és Kendrew egyre közelebb van. Ha nagyon közel tolja a következő el a gadget, az nagyon megszabadhatja, hogy Phoenix beérkezik WC-be. Láthatjátok azt, hogy konkrétan egy-egy fal választja már csak a két csapatot egymástól. Két irányból támad közben a G2-nak a csapata, de jó reakció Uno, az földre kerül, sőt és meg is hal. Jön azonnal a válasz Kanto Rakettől, illetve Citizen-től is 3v3, és megbolondul konkrétan a kör. Doki gyönyörű, itt van a dupla, lehet belőle akár tripla is. Virtsó egyedül van, nem lesz egyszerű a helyzete, Doki inkább hátrál lefelé, de lehet, hogy elkapja őt Virtsó. Kicsit potétó az ausztrál úriember, de aztán le tudja ültetni. Ő is leül egy kicsikét, megpihen. Hát, erre segít ehhez. Na lássuk, vajon Virtsó felülről mondjuk el tudja kapni a plentelő játékos, ez ilyenkor nagyon veszélyes a támadók szempontjából, és szerintem pont nem lát oda nagyon rutinos helyre plentelt a Navi, és ezzel 4-4, azt hiszem, hogy ma meg, vagy bocsánat, hogy itt meg lesz az első 12 körös meccsünk Cafén ma. És ugye akárcsak megszokhattátok a Magyar Nemzeti Esport Bajnokságon, vagy akár a hétfői Európa Liga adásunknál nincsen nincs hosszabbítás az alapszakaszban. Tehát a döntetlen eredmény az teljesen legitim eredmény egy mérkőzésen. Doki pedig éppen nagyon lelkesen elmagyarázza, hogy hogyan lőtte le a fehér lépcsős embert. Tehát nagyon éppen kifejtette, hogy piu-piu. Hát Doki, hogy örül. Örül, hogy újra itt van, gondolom, a profi között, és nincsen már eltiltása, ugye? Közben azt kérték chaten, hogy amíg nincsen akció, addig az új rogue-ról egy pár szót mondjunk. Tényleg próbálunk ezzel az aktuális meccsel foglalkozni, de hát, hogyha így külön kértétek, akkor szenteltünk neki egy fél percet. Én azt mondom, így a Rogue kapcsán, hogy még nagyon kevés időt voltak így együtt, nagyon keveset láttunk belőlük, hiszen ez pontosan ma 20 napos ez a line-up, és eddig 2 tier 1 meccset láttunk tőlük. Mai az meggyőző volt az Empire ellen, bár ez jelentheti az Empire gyengeségét, és nem feltétlenül csak a Rogue erősségét. Nem tudom, Dedi, te vagy, hogy ezzel. Hú, ezekről a csapatokról még nagyon korai szerintem bármit mondani. Az első szakasza, az a Stage 1 nevezetű szakasz egy remek-remek dolog lesz szerintem. Igen, hogy lássuk azt, hogy milyen erőviszonyok vannak jelenleg Európában. A Rogue-tól szerintem sokat várhatunk alapvetően egyébként. Nekem ez a véleményem. Aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Egyébként visszajátszásban az előbb láthattuk azt a nagyon szép Pengu-nak a C4-jét lőtte ki a levegőben. Navi játékosa. Szép akció. Hát előre csüngenek a falon a navisok. Mennyire csak lehet, ugye bár védés. Eléggé szokásos felállás a védőktől, ezt
hasonlót láthattunk tegnap előtt is a Magyar Nemzeti Esport Bajnokságon. A Wild PIA Café meccsen, Penku miúttal mozgolódik. Amit nyilván szívesen emlegetünk. Itt Daddy révén. Nem, majd Popetet megkérdezem, hogy... Szerintem nem, mert egyedül fogsz kasztolni. Nem, természetesen... De lesz vágyas a döntőben, a lobbiban. Hát, tegyetek, az observerként. Na jó. Jövök én még kasztolni. Tehát... 1.30-nál járunk, és nem igazán... volt még komoly kontakt, igazából csak puhatolózik oda egyelőre. A Navinak a csapata. Fenix és Uno az, akik egyedül életpontokat vesztettek. Nomád elhelyezi ugye Nelo személyében Erzsebeket. A kifutási meg egyéb pontokra. A Maestro pedig dolgozik a drónokkal, amit lehet kilő, és az viszont ki lesz volna dobva valószínűleg. Már nincs ott semmi, ami megakadályoz ezt, így van, szép dobás Dokitól. Érdekes, nem az S-charge ment erre rá, hanem inkább a gránát, ez ilyen kicsit fura, szerintem. Bár nem tudom, talán mint a Penix, mint a lenne egyébként S-charge. Pengu, még mindig itt van. Azért ez egy olyan spot, hogyha ráprefire-ölnek, akkor halott vagy körülbelül. Mondjuk most megprefire-ölgették és nem halt meg ott ember, lehet azt hiszik, hogy nem lesz ott. Aj, mi történik? Daddy már megint a pilár körülött a keringő. Phoenix tudja Unót kiszedni. És most azt látjuk, hogy Pengu földön, úgyhogy gyakorlatilag ez egy 3v2, bár Kendra olyan kevés HP-n, hogy megfújja egy szellő, és akkor ő is elesik. Most viszont pusolja fel Phoenix a Stairs-t, elkapja őt Citizen, Nelo is alkot Sighton, 2v1-ben a G2 eSports, meghal Saves, és újra vezetnek Penguék. Na mindenért, egy pillanatok alatt a full passzivitásból átforult a kör a nagyon aktív fregelésbe. 10. körhöz érünk, kedves nézőink. Közel sincsen még vége ennek a párharcnak. Csapatok úgy néz ki valószínűleg, akár ki is maximalizálhatja a körök számát. Nagyon érdekes volt ott az előbb az a reakció. Ott lent, hogy a Pengu, hogy ki akarták szedni abból a pozícióból, hogy ez egy nagyon veszélyes pozíció. Hiába, most két emberrel nem tarthatod a támadóként, mert más kell csinálni annak a két másik támadónak, tehát a Pengutól meg kell szabadulni. És itt jött elő az, hogy Dokinek a gránátja mennyire jó lett volna a pozícióban, nem kellett volna ennyire éles szögbe kimennie rá. Jó, persze végül leingerölték, de egy ember életbe került ez. Azt ki, akár ki is lehetett volna dobni azt a Pengut egy gránáttal. Ezért is nem értettem, hogy miért a S-charge ment el. Hát de ha már S-charge, a spawn nem lesz ebben a körben a Navitól. Bizony Phoenix inkább maverickezik, ami egyébként az szerintem Phoenix játék stílusához, vagy úgy önmagában Phoenixhez jobban illik. Többet is láttam őt maverickezni, akár csak a streamjeiben, de e-sport meccseken meg pláne. Másik oldalra viszont, hogyha átnézünk, Citizen és Kanto összeadva már 20 killnél jár. És hogyha megnézzük az előző játéknapról az ő statjaikat, akkor összeadva 23-at lőttek a villán, az azt hiszem 9 kör volt, egy 7-2-es dologról beszélünk, igen, megerősítés véget még azért átlapoztam, mert fizettem. Valóban, tehát 9 kör alatt lőttek 23-at, azért most a Navi úgy néz ki, hogy kicsit keményebb ellenfél számukra minden esetre. De hát megint konzisztensen fregelnek, és a G2-ban ők ezért kellenek. Virtue pedig nem azt játsza, mint a Fnaticban, viszont Citizen nagyjából azt játsza, amit a Navi-ban játszott. Ennek a fönti drónozások. 3 játékos játszik a G2-tól. Operátorok szerint a golyó, ha jól láttam, az alabi és a Jäger. Ez a 3 operátor, Kendrew pedig fog előre törni rövidesen a montánnyal. További drónozások folyamatosan a társaktól minden irányba. És lejönnek a tetőről, wow, érdekes. Átforgatják a támadást és jönni fognak inkább a lenti lépcsőkről.
Az érdekes döntés lehet, vagy pedig be fognak rütüzni kintről az ajtón keresztül? Az lesz egy-két szava szerintem a G2-nak. Ezért nem véletlen volt az a... Az ajtón keresztüli, itt ahol most jár, gondolom erre gondoltál. Így van. Ez szerintem akkor működik, hogyha nagyon rásolsz és 240-nél már szájton vagy. Ez ilyen, itt ezt így félig passzívan, félig aktívan pusholgatni a kör egészében nincs sok értelme, mert felülről simán ellövik. Ezt addig van értelme megfutni, amíg itt ezen az angle-on, amin egyébként Pengu játszik, nincsen ember. Montaigne beengedte, de szerintem egyébként látta, csak várja, hogy a mögötte jöjjön a husi és azt elkasszálja. Aha. Jön a Kendrew-t a felelősségnek az infók, az egy impact. De Doki és Penix tudnak érvényesülni. Kendrew-tól megy le ebbe a pillanatban a diffuser, és ott egy beugró embert, aki előre Kanto tud egyet frekelni. Szépzövő vissza Uno-t, és igazából 1v-X-ben maradt utolsó G2 játékos. Megint kiegyetlen a végkedves nézőink. Nem tud... Volt olyan, amikor valami csapat 2-be vezetett? Talán még a legelején, nem? Hát igen, talán. 2-0 volt a Navinak. Aztán pedig utána 4-3 volt a G2-nak, és azóta 1-1 köröket hoztak, úgyhogy jól mondod, úgy igazán a meccs a teljes idő a meccs lényegi részén. Igen, ott, igen. Ott nem volt ilyen ellépés, és hogyha már itt tartunk, ma először biztos, hogy elmegyünk 12 körig, és látjuk a teljes játékidőt lejátszva, ami rendelkezésre áll, lehet még G2 win, Navi win, vagy döntetlen is. Én most betippelnék egy X-et, azt hiszem nem vállalom túl bele magam. Konyhába megy vissza a G2-nak a védelme. Megint alakítanak a védelmükön egyébként. Newt nincs, helyette van Vamai Pengunál. És a Kessel-ben nem vagyok biztos, hogy ott volt az előbb is. Banditre emlékszem, hogy fixen volt. De szerintem a Banditet elengedték, mert látták azt, hogy nem érkezett Shattermite. Talán hibanna sincsen egyébként, ugye ilyen szempontból a konyhaváltás egy nagyon kényelmes Bandit nélkül, mert tényleg. És így van, csak Maverick van, úgyhogy se a Bandit, se a Kaidra nem lett volna szükség, maximum most a Kaidot hova? A Hatchre, vagy esetleg Wire-ökbe, vagy Shieldre tudná tenni. Ez még nagyon szólhat a G2 oldaláról, azt hiszem. Igen, határozottan, hogy a B-köriben ott van például bent Vircső a Jägerrel. Ilyenkor odaálltam egy akogós operátort szoktak tenni, mondjuk egy Dokkit, hogy tudja challenge-elni ezt, ami pont most megtörténik Kendrew-tól. Van egy rotája Vircsőnek, ahol Google-ba tud átfutni, ha jól láttam. Jól láttad, pont itt a cover mögött félig meddig. És hát Kendrew. Jól láttam, összesen 3 stunja van egyébként a Navinak, hogy kiégessék Virtue mellett az ADS-eket, és utána van ugye 2 néd. Ez annyit jelent, hogy hát mondjuk most néd is nem fog sor kerülni, mert Kendrew hipfire-be van tepeli Virtue-t. Nagy szerencséje van Kendrew-nak, bár igaz, hogy azért mint team, itt Dokival és Penix-el elég szépen megpusolták koordináltan. Doki, jaj, nyitja a... Montánynak a falat, hogy be tudjon ugye menni Pengu. Itt Nelo ellövő Kanto rakettit, közben érkezik Uno, hátba a báros emberek, megvan neki Doki, megy ki a C4 gyorsan, az nem kapja el az embert. Továbbra is 3v4 marad, így tovább challenge-elgeti ezt Uno, nem tudja őt hátba lőni pisztolya Nelo, de most beugrik azzal a nomáddal, nagyon agresszívan, és saves az, aki beleszól ebbe a közjátékba. Pengu egyedül a Montánnyal semmit nem tud csinálni. A Navi visszaveszi a vezetést a G2-tól. És akkor most látunk olyat megint, hogy sorozatban 2 kört hoz egy csapat. A G2-nak pedig innentől kezdve a lehető legjobb eredmény az a döntetlen, úgyhogy a nagy G2 ugye, akik mondhatjuk, hogy a legnépszerűbb e-sport csapat, legalábbis külföldi e-sport csapat Magyarországon így Siege terén, biztosan pontot buknak az első 2 forduló alatt. És Rihoz fog következni, úgyhogy... Ó, oh, wow. Nem látom az indokot. Láttuk, hogy mi volt az indoka a Rihoznak? Hát az, hogy egy embert kidobott, vagy kilépett, vagy valami ilyesmi. Akartam mondani, hogy jól megnőtt a hajad, Berci. Igen. Egy picit, meg úgy ma a sminkem egy kicsit jobb, mint általában.
Igen, mondjuk az előbb meg én voltam Gio-nak a helyén, vagy Gio volt az én helyem, most nem tudom, hogy melyik a pontosabb megfogalmazás. Hát igen, és kíváncsi vagyok, hogy ez a Rihoszt mennyi ideig fog tartani, még összehozzák, mert azért ilyenkor az Observernek nagyon sok dolga van egyébként. De most ezt tapasztalatból tudom elmondani, hogy ugye a Rainbow Six Siege ilyen szempontból egy kicsit most mondjam azt, hogy kezdetleges játék a többihez képest. Nem rendelkezik olyan adminisztrátor rendszerrel, mint mondjuk egy CS:GO, hogy az adminok betöltik az ebotot, és akkor a teljes round history visszatöltődik, tehát ami addig történt minden, de még a fregek is, az assistok, a bombarakások, minden, a pontszámok, minden, az MVP-k, tehát kb. Végigjátszák a kört még egyszer ilyen tized másodpercek alatt. Erre az Observernek egyesével be kell állítani, hogy na milyen szájtok voltak, azt kinyerte, milyen sorrendben, mert ugye számít a Rainbow Six-ba a sorrend, hogy hogyan rotálódnak a szájtok, és hogy hova mehetnek még a védők. Be kell állítani a banolt operátorokat, tehát ezt néha eltéveszti az ember. Ha lenne hosszabbítás, be kell állítani a hosszabbításban, melyik csapat hol kezd, melyik csapat kezdett, melyik kezdjen védőben. Ezek mind olyan dolgok, amikre nagyon oda kell figyelni, és ha elrontod, csapatok észreveszik, esetleg újra lehozt. És akkor még egyszer elmegy ezzel az idő. Ezért tart általában ilyen sokáig egy rehost egy mérkőzésen. És nem is nagyon hallottam még megoldást nagyon arra, hogy ilyen szó lenne arra, hogy ezt esetleg megváltoztatnák a Ubisoft oldaláról, de térjünk vissza a mérkőzésre. Hát egy utolsó körberci. Egy matchpont, te azt mondtad 6-6, én bár nem mondtam, de én azt mondom, hogy szerintem a Navi megnyeri egyébként a meccset, és a G2 eltrólvolja, mert az mostában szokás kevén meccseket trólvolni. Nem tudom, mire gondolsz. A Navi, hogyha a meccsen egyedül és először megmutatja azt, hogy tudnak sorozatban 3 kört hozni, ami ugye eddig nekik és a G2-nak sem sikerült, akkor tényleg megérdemlik, hogy nyerjenek, és akkor nyernek is. Viszont most kérdés, hogy a G2 vajon hova fog menni, azt szerintem pont nem láttuk, vagy láttad, Edi? Hogy... Vagyis, nem tudom, hogy mit választottak egyébként utolsó védőszállt. Ez még talán nem látszott, de nem végig. Az biztos, hogy mehetnek mindenhová. A Bart védték meg 9. körben, viszont az pont mostanra jár le, annak a lokkolása, a lezárása. Szóval... mehetnek bárhova, én a helyükbe bárba mennék. Érted? Bárhova. Ja, na, nagyon, nagyon jó, az majdnem olyan jó, mint az enyém az előző. Versenyzünk. És ki vezet? Nem a nézők, ők az ellen lesznek. Így van, de főként a nézők. Nekik kell jobban elviselni ezt. Hát bár... jól játszotta a G2 a Bart, eddig egyébként, kérdés, hogy most ők behoznak, esetleg Pengu behozza egy Clash-t vagy sem, eddig hát nagyon került el a Clash-t a G2, hogy valószínűleg nem fognak behozni. A Montaigne játék minden bizonyal továbbra is megmarad. Kendrew-tól. A Navi, igen, Navi részéről Kendrew-tól. Úgyhogy én lehet, hogy valami inkább ezt valahogy a Montaigne próbálna meg jobban kimenni a játékból. Nem tudom, hogy mennyire a Montaigne okozza a körök elbukását védőbe a G2-nak, de tény, hogy jó lenne valaki kiszedni a játékból, csak hogy mi helyet hozol, mit most egy Kessel helyet, a bárba mész a Kessel, az mindenképpen hoznod kell, hogy a támadók minél több gadgetet elhasználjanak arra, hogy kiszedik a Kessel barikádokat, ugye az ADS-eket, a Mamai gadgeteket, tehát hogy milyen operátor dobsz el, amiért mondjuk behozol esetleg egy Legion-t azzal a Montaigne-jal szemben, vagy behozol mondjuk egy, nem tudom, akármit. Itt látunk elát, de nem igazán tudták kihasználni, mert Kendrew nem pusolt addig előre, amíg ott voltak az elamájnok. Ameddig viszont várunk, mindenképpen menjetek át az esport1.hu-ra, és azon a felületen keresztül nézzétek a közelítést. Így nincsen semmi hátrány, nincsen semmi korlátozás veletek szemben, ugyanúgy van Twitch-et, ugyanúgy van fullscreen, minden.
És ráadásul még pontokat is gyűjthettek az esport egy fiókotokra, amit később el tudtak költeni a shopban. Én egyébként gyűjtögetem, és már például egy csomó wallpaper megvan, már nem csak a Rainbow-shoz, mert nyilván megvan mind, de most már Lolos, Cségóst is veszek, úgyhogy ezt is intézhetetek, ha gondoljátok. Kaptunk információt, hogy mi történt a mérkőzésen. Vagy pedig IRL tárgyakat is. Mégpedig? Amit még hozzáteszünk egyébként, hogy a holnapi nap folyamán még lesz egy plusz eredmény játék, amiről nem tudtok. Méghozzá kettő tavalyi szezonos ilyen doboz és ki lesz sorsolva, ilyen Rainbow Six-es doboz, majd erről lesz cikk egyébként az esport1.hu-n, még itt a pontgyűjtés ez ugye visszatérve, közök pedig kapunk visszajátszásokat. Egyet. Igen, ezt mind tudtad nekünk intézni. Az áttűnés hosszabb volt. Igen, ez amin jót nevettem, hogy Bengu igazából ezt visszaütötte a pajzsal. Na, tehát megkaptuk az információt, hogy mi történt. Rehosztolni kellett, mert egy játékosnak a PC-je kikresselt. De valami történt a lobbival, az Observer nem tudta elindítani, mert nem volt ott a start gomb. Tehát még egyszer mondom, a lobbiba hiányzott a ilyen, start gomb. Igen, volt már sokszor velem is, amikor én hosztolgattam tavaly nyáron. Úgyhogy most rehosztolják éppen a rehosztot, ugye ezért várunk ennyi ideig, egyébként már vagy nem tudom, egy másfél perce már benn lennénk, úgyhogy most újra kell. És tudom, ez nyilván mikor vette észre szegény, nem tudom, Medix van-e most éppen Observerként, ugye váltogatják, ha jól vettem észre, váltogatják egymást az Observerek, igaz? Kettő Observer van szerintem a European League-en, az egyik az Medix, a másik talán Easy, de Liquipedián csak Medix van feltüntetve egyébként. Valakit még ott láttam pedig Observerként, akkor lehet leszedegették, nem tudom. Mint láttam volna még egy Observer, de mindegy. Mondjuk azt, hogy akkor Medix valószínűleg az, aki ott van, mint Observer. Nyilván ő is, amire ő azt csinálta, amit az előbb mondtam egyébként, hogy mindent állítgatott be, közben kapunk még egy visszajátszást. Itt, nem, mert mire átváltok addigra, már megint a kasszereket látjuk. Jó, van semmi baj. Igazából megmutatták, hogy Pengunnak a cínéjét kilőtték a levegőben, ez nagyon fontos mozzanat volt. Ez a C4-ek csatája ilyen szempontból, pedig nem volt sok C4 kill, igaz? Sok nem volt. Nem, az inkább a konzulét meccseket jellemezte mai nap. Ben vagyunk a mérkőzésen, újra itt vagyunk, és újra. Nagyon nagy kor volt tőlem a bár, senki se számított rá, de tényleg ez lesz, jól van beállítva minden, hogyha jól gondolom, még az operátorok is. Ott a válasz, hogy mit hozol be. Berci. Egy pulszt hoz be Uno. Az Ella maradt kantónál, Virchen ott a maestro, az nyilván fontos a bárvédelemnél, egy kulcsoperátor, akár csak a smoke, és a jéger is. Nincsen se Bamai, se egy Legion, se a Kessel. A Kesselt mondtam azt, hogy a Kesselt azt meg akarod tartani, főleg hogyha ugye Pengu Mute-tal ott játszana Szigárshopnál. De teljesen más taktikát hozott a körre a G2 egy sőt, annyira teljesen, hogy ez tényleg full más koncepciójában is és felépítésében is teljesen más taktikát hozott a körre. Na lássuk, ez mennyit fog majd a... Meg berepülnék Meshpointnál. Doki, hát lehet, hogy ilyenkor amúgy meg lehet az ilyeneket próbálni. Itt olyanokat lehet amúgy, hogy Skylighton leugrasz, ellősz két embert, és vissza Skylighton kihúzod magad a Amaru gadgettel, és nem tudnak visszalőni. De hát nyilván azért ez European League-ben meglepő lenne, de ez egy ilyen oldal tipp a nézőknek, hogy azért egy figyelmetlenebb ranked ellenféllel szemben ezt be lehet játszani Amaruval, hogy valahova beugrasz, kill, aztán már ott se vagy. Bilcső a Maestroval a drónokat próbálja minél előbb likvidálni, amik át tudnak menni esetleg a New Jammerökön. Opa, hogy kantónál ott az a drón problémát okozott, volt egy kis érkezési probléma kantónál. Uno ott a kantó alatt, tehát hogyha megpusholja a kantót Kendru a montánnyal, akkor alulról Uno azt tudja intézgetni a pulszdal és a C4-ével, és pont szenzoron kívül esnek, mert pedig pontosan nem láttuk, hogy a szenzor érzékeli a játékosokat.
Penix nyit egy kis lyukat a falon, ahol át tud kényelmesen menni, ugye nem hoztak semmi más hardbreach-et a Maverick-en kívül. Ugranak rá a játékosok, saves nézeget be ablakon. Hop-hop. És igen, ott látja az embereket, és ott a montány is, és az egy robbantható padló, és az jó is lehet akár, nagyon jó lehet Unónak! Neló! Csókolom! Gyönyörű! Ott az entry. Nomad kise tette szerintem az összes RGB-t, ráadásul a flashek is bent maradtak. Ez most egy nagyon nagy pick a G2 szempontjából. Másik kérdés az, hogy Kendrew-val hogyan fog boldogulni. Ajjajjaj, Doki itt van az, amiről Doki megjött beszéltünk. Az Amaruval. Ez a saját kamerájából látta, hogy fejbe lövik őt, majd a Maestro-t. Kendrew tette a defusert, itt van Penix, ellövi az előtte lévő Jäger Citizen személyében. 2v3 lényegében nem lesz felszedve Citizen a földről. Kendrew még mindig él, Penix kiugrik, repellezni fog, és föl fog menni gyorsan a tetőre. Ó, az nagyon sok idő, az nagyon sok idő. Az 1v4-et? Á, nem ér oda. Sok idő, nem ér oda Penix. Szedi, szedi Uno, szedi, végigszedi, és ezt tartják, benéz, meghal, vége. 6-6, lehozza a G2-t utolsó kör, nagyon-nagyon szép játékkal, taktikusan. Doki húzott egy meglepőt, tényleg a Maestro kamerából látta, hogy őt fejbe lövik, az olyan vicces volt. De végül nem tudta megoldani. És neked lett igazad, Berci? 6-6 lett az eredményünk, és láthatjuk azt, hogy igazából az egyetlen frag, ami esett a Navitól, az Dokinak az Amarus beugrása. Uno volt itt azt hiszem a kulcsember ebben az utolsó körben, kedves nézőink, szóval őt nagyon meg kell dicsérni, és azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy egy igazságos döntetlen született a két csapat között. Tulajdonképpen nagyjából ezt is vártuk a mérkőzés előtt, és a Navinak ugyanígy csak két pontja van két forduló után, ami kérdéses, hogy vajon számukra mennyire elég van, hogy mennyire elégedettek magukkal, mindegy, erről még lesz időnk beszélni, akár addig is, amíg majd várjuk a következő Vitality vs. Secret meccset, és Chaos vs. BDS-t, az még nagyon keménynek hangzik, viszont Daddy, ma azt hiszem, hogy ennyi volt a te részed. Köszi szépen, hogy így itt voltál. Jó volt ez a három meccs, azt hiszem elégedettek lehetünk. Így van, jó volt, nagyon élveztem, úgyhogy most átadom a szót Popetnek, vagyis hát nem most rögtön, hanem majd szület után. Köszönöm szépen az én részemről mindenkinek a figyelmet. Maradjatok itt, és nézzétek továbbra is az esport1.hu-n az élő adást. Jövünk vissza egy rövid szület után.